harmadik oltás, most erről forog a közbeszéd, ön be fogja vállalni? De igen, természetesen, mindenképpen, vállalom. Az első kettő milyen típusú volt? Melyik az a sör nevű? A szlogan ez volt, hogy az oltás életet ment, de háromról nem volt szó. Csak kétkörös oltásról. Ez elgondolkodtató, de a kérdésre válaszolva talán. Pfizer. Pfizer, igen, Pfizerből kaptam kettőt, nem voltam utána rosszul, semmi bajom nem volt, úgyhogy bátran elmegyek a harmadikra is. Én nem igénylem a harmadikat, mert én annak idején Sputnikot kaptam, és arról minden jót hallottam, úgyhogy ezért nem tartok rá igényt. A sörnek a neve Kaiser, de hasonlít rá, úgyhogy ennyi. Most, hogy már van lehetőség harmadik oltást fölvenni, te fogsz élni ezzel a lehetőséggel? Igen, valószínűleg az előző kettőt is beoltottam. Biztonság kedvére, a koromnál fogva, ugye 78 vagyok, és akkor így biztonsabb, meg a család érdekében is. Pfizer biontokat kaptam, és én úgy tartom, hogy azt szeretnék megint. Lesz-e harmadik oltásod? Szerintem igen. Miért? Azért, mert hát így érzem biztonságosnak. Meglátjuk, hogy mit hoz a hónap, lehet, hogy majd annak idején fogom igényelni, de most még úgy érzem, hogy nem kell. Igen, harmadszor is bejutottam magam, megvan az oltásjegyem, de a harmadikra is elmegyek. Úgyhogy azért, mert némi biztonságot nyújt, mert ha nem, akkor még annyi esélyem sincs, mint most. Így van? Úgyhogy ezért. Ön lángososként nagyon sok emberrel találkozhat, úgyhogy élni fog a harmadik oltás lehetőségével? Mindenféleképpen fogok vele élni, igen. Alig várom, hogy megkapjuk. Félsz attól, hogy ez az első két oltás nem volt elég hatásos? Nem feltétlen, de viszont a hatását valószínűleg növelheti a harmadik oltás. Még amúgy nincs tervbe, hogy beadatom, de hogyha arra kerül a sor, akkor állok rendelkezésre, vagy hát beadatom magamnak szívesen. Szeretünk utazni, és ugye alapkövetelmény a oltás. De a harmadik az már nem? A harmadik nem, de akkor is fogom kérni. Eddig kaptam Sputnikot, most gondoltam, hogy valami másikat kapjak. És miért tartja fontosnak a harmadik oltást? Hogyha jön a negyedik hullám és a különféle variánsok, akkor szükség lesz szerintem. Az első két alkalommal egy kisebb mellékhatáson kívül semmilyen negatív tapasztalatom nem volt. Az milyen oltás volt? Sputnik. Milyen volt az első kettő? Kínai, Sinopharm. Akkor jobb a biztonság? Így van, mindenképpen beoltatom magam. Ez mindennel többet ér, hogy az ember tudja, hogy nem betegszik meg. Az első két oltás az milyen volt? Hát Sputnik volt, de nem válogatok, bármelyiket kapom, úgyhogy nem. Hál' Istennek semmi gond nem volt utána, se előtte, se utána, úgyhogy én nem, meg vagyok elégedve vele, úgymond.